Önök a Telena magazint látják, Bence Péter vagyok, köszöntöm nézőinket. Nézzük, mit kínálunk a következő percekre. Új lámpák kerültek a tolnai sportcsarnokba. Futással búcsúztatták az óévet Tolnán. A dél-dunántúli fúvózenekar koncertezett a városban. Ökumenikus tárlata a Vándorló szépkorúak szervezésében. Korszerűsítették a Lehel és a Sport utcai csarnokok világítását Tolnán. Az önkormányzat tulajdonában levő cégnek ugyanis évvégére még maradt annyi forrása, hogy megvalósítsa a néhány millió forintos beruházást. Appelszó Frágnes polgármester elmondta, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a fényviszonyok javultak a létesítményekben, és még kevesebb energiát is használnak fel, mint eddig. Kicserélték a helyi sportcsarnokok világítását Tolnán. Appelszofer Ágnes polgármester elmondta, hogy a városban az év utolsó napjaiban zajlottak a felújítások, amelyeket a létesítményeket üzemeltető cég fennmaradt forrásainak köszönhetnek. Hát nem akkora felújítás ez, mint amire igaziból szükség volna, és amekkorát szerettünk volna, de év végén az az örvendetes esemény történt, hogy az a cég, aki a sportcsarnokok üzemeltetésért felel, és ez a saját kommunális KFT-nk, a Telena KFT, a forrásaik lehetővé tették azt, hogy karbantartás keretében mind a két nagy sportcsarnoknak, tehát a Lehel utcainak és a Bartók Béla utcai, Sport utcai sportcsarnoknak is a világítását korszerűsítsék. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen nagyobb fény lesz, és ez nagyon örvendetes akár a diákok, akik oda járnak testnevelés órára, akár a sportolók, akik délutánonként, hétvégenként használják, nyilván nagyon örülnek és nagyon boldogok. A nagy sport, tehát a sportcsarnok, vagy a sportutcai sportcsarnok esetében nem csak a LED csíkokat, hanem az egész armatúrát kicserélték, és így sokkal nagyobb fényhatás van a létesítményben. A Lehel utcaiban pedig maga a tok az maradt, és ledes világítótestek kerültek elhelyezésre. Azon túl, hogy sokkal nagyobb fény van a sportlétesítményekben, nagyon-nagyon fontos az is, hogy sokkal kevesebb energiát használnak. Tehát én azt gondolom, hogy megyünk előre azon az úton, hogy minél kevesebb energia felhasználással, minél magasabb színvonalú dolgokat tudjunk létrehozni. A polgármester úgy fogalmazott, a városban mindent megtesznek annak érdekében, hogy megóvják a környezetet. Vigyázunk a környezetünkre, és az meg külön öröm, hogyha a sportolóink is örülnek ennek. Ilyen néhány millió forint összegről van csupán szó, tehát ezt gyakorlatilag a Telena KFT annak a keretében, a karbantartási összeg keretében belül tudták ezt megvalósítani. Jól gazdálkodtak, és maradt pénz egy nagyobb karbantartás, nagyobb felújításra is. Tolnán egyébként a 2022-es év többek között az utak korszerűsítéséről is fog szólni, ugyanis a település képviselőtestülete részt vett az Út a jövőbe című rekonstrukciós programban, amelynek köszönhetően 184 millió forintot nyertek. Tolnán is közös futással búcsúztatták az óévet. A városban már közel két évtizedes hagyománya van annak, hogy amatőr és profi sportolók annyi métert kocognak, amelyik év éppen véget ér. Idén így 2021 méteres távot teljesítettek. Óvatosan elkezded ütni jobb oldalt, így a jobb csukjás izmát! Jó! Figyelj! Köszépen megyünk hátul végül a háton! Azaz! Figyelj! Jobb parizom! Rendhagyó gyakorlatokkal, szórakoztató módon közösen melegítették be egymást Tolnán az év utolsó sporteseményének is mondható, minden korosztályt megmozgató szilveszteri futás előtt a település sportolni vágyó lakói. A résztvevők a rövid átmozgatást követően összesen 2021 métert tettek meg a helyi sportpályán. Ó év búcsúztató szilveszteri futás hagyományoknak megfelelően 2021 méter teljesítése a pályán. Technika igénybevétele nélkül 5 kör. Plusz a hitelesített 21 métert majd az elnök úr kiméri. Hagyományőrzés, amit a Tovább Szabadidős Társaság körülbelül 30 évvel ezelőtt elkezdett, aztán egyből bővültünk. Tavaly egy kis mély repülés, sajnos
egyébként újra megrendezzük. A célja ráhangolódás a szilveszterre, ezen kívül és egy kis azonos érdeklődési körben eltöltött csoportos tevékenység. Az ünnepi lakoma ledolgozása mellett a sportolás népszerűsítése is cél volt Tolnán. Az eseményen közel 60-an vettek részt. Ez egy hagyományosnak mondható rendezvény itt Tolnán. Minden szilveszter napján 10 órakor itt azok a futóbarátok itt összegyűlnek, akik kedvelik itt ezt a sportot, és gyakorlatilag itt egy kicsit elbúcsúztatjuk az új évet, és együtt egy kis forralt bort, egy kis teát elfogyasztunk, és így búcsúztatjuk el a sportos életünket. Ez már a 20. alkalom igazából, tehát 2002-ben volt a legelső ilyen szervezés, úgyhogy 20 alkalommal csináltuk ezt meg, ezt a rendezvényt. Hát a tovább szabadidős társaság az 91-ben alakult hivatalosan, de 82-től járunk mi rendszeresen úgynevezett biciklitúrákra, illetve a hegyekbe mindenféle túrákra. Rendezvényeket szoktunk szervezni, tehát maga az együttesnek, szinte egyesületnek van egy 40 éves múltja, és egy baráti közösség gyakorlatilag összetartja ezt az egész szervezést. Ja. Gyakorlatilag a barátság, a szeretet és a mozgás, a mozogni vágyás azt tart észre bennünket. Most rövid reklám következik, majd a Dél-Dunántúli fúvózenekar tolnai táborozásának záró koncertjéről számolunk be. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk vissza. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő.
A Fasztron több évtizedet Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, marós, tancoló és élhajlító gépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos, hegesztő, üzemtechnológus és szerelő, amit kínálunk. Pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költség támogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77 17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Folytatjuk is a Telen a magazin 2016 óta találkoznak a Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar tagjai az ország különböző részein. Eleinte csak nyaranta, majd néhány éve már télen is zajlik a tábor, néhány nap erejéig, melyet minden alkalommal nagyszabású koncerttel zárnak. A projektzenekar ezúttal a két ünnep között Tolnán vendégeskedett pár napot, és adtak nagy sikerű koncertet a kulturális központban. A Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar rekordszámú résztvevővel, 100 fővel lépett fel Tolnán. Az előadás további érdekessége az volt, hogy a darabok betanulására mindössze egy hetük volt a muzsikusoknak. 2014-ben hívta életre a Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar Tóth Bence, aki Svájcban élő karmester, nemzeti és nemzetközi fúvószenekari versenyek rendszeres résztvevője, és Tóth Ada Eszter, a Dombovári Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Amatőr és profi muzsikusok közös munkája nyomán indult el az első fúvószenekari tábor a Balaton déli partján. Azóta tucatnyi emlékezetes zenetáboron és koncerten vannak túl. A Dél-Dunántúli regionális fúvószenekarban folyó magas szintű munkának hamar híre ment, évről évre kiváló zenészek csatlakoztak az egyhetes, elképesztően intenzív közös munkához. Ez egy projektzenekar, ami 7 éve működik, és évente igazából először mindig nyaranta szerveztünk táborokat, és volt rá hát a tagok közül igény, hogy esetleg ezt többször is meg lehetne csinálni egy évben, és akkor 3 évvel ezelőtt azt hiszem, de lehet, hogy 2, gondoltuk, hogy akkor télen a két ünnep között is csinálnánk egy ilyen rövidebb 2-3 napos tábort, mert az nyáron egy egész hét általában. És az apropó az, hogy összejöjjünk és zenéljünk együtt, mert nagyon szeretünk zenélni. A repertoár kérdés az mindig egy kényes kérdés, mert nagyon sok nagyon ügyes zenészünk van, akik szeretik a kihívásokat, de természetesen a közönség az első, és olyan dalapokat szeretnénk játszani, ami a közönségnek is mindenképpen tetszik. Éppen ezért nagyon széles a repertoárunk, van benne filmzene, swinges, jazzes, big bandes darab, szóló darabjaink is vannak. Van egy komolyabb darab is, aki azt szereti, és igazából próbálunk mindent, az összes lehetséges stílust valamilyen formában képviselni. Hát úgy találkoztunk, hogy van nekem egy kolléganőm, az Ada, a Tóth Ada Eszter, aki igen, most itt áll a hátam mögött, és vicces dolgokat integet nekem, akivel kitaláltuk, hogy csináljunk egy jó kis fúvós zenekart, mert szeretjük a fúvós zenét, és akkor ezt kerestünk embereket, hogy van-e kedve valakinek, aztán volt kedvük, és akkor hát így az évek alatt egyre többen lettünk, mert akik eljöttek, azok mind visszajártak, és még hoztak magukkal másik embereket is, és így alakult a történet. Tolnaiak közül két fúvolista is szerepel a zenekarban, Nagy Melinda és Beck Andrea. Ők már több éve rendszeresen résztvevői a tábornak és a zenekarnak, akár csak Tali Gergely, a tolnai ifjúsági fúvószenekar vezetője, aki ezúttal szaxofonozott és egy szám idejéig vezényelt is. A ma esti koncert az úgy alakult, hogy a Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar fog játszani ma itt Tolnán, és ez egy projektzenekar, igazából arról szól a dolog, hogy nyáron és télen alkalomszerűen összejön a csapat, és ilyenkor hát egy kemény próbaidőszakot
tudunk magunk mögött, és úgy tudunk majd kiállni a nézők elé. A mai koncertre igazából 2 napot tudott készülni az együttes, természetesen előre megkaptuk a kottákat, és akkor mindenki tudott rá készülni. A napunk gyakorlatilag a zenekari próbákkal telik, délelőtt van egy nagyon komoly próbánk, illetve délután is ebéd után 2-től estig dolgozunk ezen a műsoron, úgyhogy igazából erről szól ez az egész. Idén nyáron találkoztunk legutoljára, azt hiszem július közepén volt a legutóbb táborunk, akkor Marcaliban rendezték meg a tábort, és adtunk koncerteket Marcaliban, Kaposváron, illetve Balatonon is, és 3 koncertünk volt, és a jövő évre, ha jól tudom, akkor egy zenei versenyre szeretnénk majd utazni külföldre, hogyha sikerül. A Vándorló Szépkör Akton egyik legaktívabb tagsággal bíró civil szervezete számos kirándulást és közös rendezvényt tudhatnak magukénak, sőt van, hogy kiállításokat szerveznek, mint nemrégiben, amikor Hitünk Morzsái címmel rendeztek ökumenikus tárlatot a Magházban. A kiállításon a csoport tagjainak szentképeit, imakönyveit, bibliáit, illetve egyházi kegytárgyait tekintették meg a résztvevők. Boldog asszony, anyám! Régi nagy pátronám, nagy ígységben lévén, így szólít meleg hazán. Saját magángyűjteményéből szervezett ökumenikus kiállítást a Vándorló Szépkorúak baráti köre Tolnán. A klub 2017-ben alakult 36 fővel, azóta a taglétszám már jelentősen kibővült. Legfőbb céljuk hasznos időtöltést, társas együttlétet, támaszt biztosítani a helyi szépkorúak számára. A Hitünk Morzsái című kiállítás ötlete elsősorban onnan ered, hogy a közös beszélgetések, látogatások során több csoporttagról is kiderült, hogy régóta őrzött egyházi kellékek, szentképek tulajdonosai. Megtisztelő számomra, hogy több mint 10 éve, hogy elmentem innen, és minden jelentősebb eseményre vártok, visszahívtok. Ez nekem nagyon jó visszajelzés, és még ha messze is vagyok, mindig szeretettel próbálok megfelelni a kihívásoknak, meghívásoknak. Megtisztelt bennünket Keresztes Andor Mária Gyuri plébános, a csoportnak egy nagyon régi barátja, az fog majd megnyitott mondani, eljön egy csoportnak ugyanúgy barátja, a Sászászlőrinci Csepregi Erzsébet evangélikus tiszteletes asszony, itt van a körünkben, már láttam, megjött Judit református, Csipos Judit református lelkész asszony is, bízom benne, nagyon szép lesz a kiállítás, szép lesz a program. Ezek a kiállított tárgyak, ezek mind a csoport tagjainak a úgymond a szülőktől, nagyszülőktől mindenki örökölte. És hát a házakba ezeket megőrizték, és akkor mivel én nagyon sokat járok a csoporttársakhoz beszélgetni, idősebbekről elmegyek beszélgetni, vagy netalántán, hogyha beteg, akkor meglátom, és akkor láttam ezt nagyon sok dolgot, és beszélgettem a csoporttársakkal, mit szólnának hozzá, hogyha ebből csinálnánk egy kiállítást, megmutatnánk a hitéletet, nem csak a templomban lehet élni, lehet otthon a magányunkban is élni. És mindenki bólintott rá, hogy csináljuk meg. A keresztény hagyományok és a hit erőteljesen meghatározza a közösség gondolkodását, értékrendszerét. A hit egy olyan fontos kapaszkodó a csoporttagok életében, amely képes átsegíteni az akadályokon, az olyan nehezebb időkön, mint ami a járványhelyzet következtében az elmúlt másfél évnek is betudható, mondja a csoport vezetője. A csoporton belül 4 felekezet van, legnagyobb részben katolikusok vagyunk, akkor vannak reformátusok, van evangélista, csoporttársunk, és van egy unitális csoporttársunk. A kiállításon külön helyet foglalnak el Pete Jánosné népi iparművész munkái, aki csuhéból formázta meg Krisztus kálváriájának 14 állomását és a kisded betlehemi világra jöttét. A csuhé tárgyakról, az is egy csoporttársunk,
sőt, több mint csoporttársam, nekem a feleségemnek a nővére. Ő már a tavalyi évben készült a stációkkal, a Krisztusnak az útját mutatja be, és akkor tavasszal, hogy a pandémia véget elmaradt a kiállítás, akkor megterveztük térre, akkor elkészítette a jászolt, és sajnos megint elmaradt, és most, hogy a Szent Iván egy nevezetű program van, akkor most így úgy gondoltuk, hogy akkor megcsináljuk ezt a kiállítást, és elhozta. Nagyon gazdag a programunk, egészen szeptemberig terveztük a programokat. Jövő héten elmegyünk Kiskunmajsára, egy kis lazítás, egy kis pihenésre, akkor július 19-én elmegyünk Kiskunhalasra, megnézzük a világhírű Csipke Múzeumot, nem csak a múzeumot nézzük meg, hanem betekintést kapunk majd a műhelybe, ahol varják a mai nap is az asszonyok a csipkét, azt megnézzük a híres Torma János Múzeumot, tájházat nézünk, városba egy kis történelmi sétát teszünk kísérlettel, egy fagyizás, és este fogunk hazajönni. És szeptember vagy augusztusra van már tervünk, a Bárka Fesztiválra fogunk jönni. Kaptunk egy meghívást, majd most Andor atya be fogja jelenteni, az egész vándorló szépkora baráti körének a csoportját meghívja Mária Gyűdre egy egész napos zarándoklatra, és ezzel fogunk élni. Úgyhogy ennyire gazdag a programunk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!